Több mint 3 hetes idegörlő várakozás után negatív leleteket kapott az a nő, akit még szeptember elején szúrt combon egy fecskendővel egy férfi az egyes villamoson. A nő híradónknak azt mondta, még most is retteg, ha tömegközlekedéssel utazik, az egyes vonalat pedig messze elkerüli. A rendőrség szeptember elejéig fokozottan ellenőrizte a droggal kapcsolatos bűncselekményeket a villamos vonalán. Ennek köszönhetően 84 embert fogtak el. A szerhasználók azonban a környéken élők és a híradónk tapasztalatai szerint továbbra is jelen vannak. Utána néztem, és akkor láttam, hogy marokba szorított van a keze. Rostanita szeptember közepén mesélt híradónknak arról, hogyan szúrta meg egy fecskendővel egy férfi az egyes villamoson. A rendőrség 2 héttel később közölte, el is fogtak egy férfit, aki a gyanú szerint megszúrhatta a nőt. A férfiről egy télfigyelő kamerás fotót is nyilvánosságra hoztak a rendőrök. A kezébe ugye nyilván ott van valami. Rostanita azonban nem biztos abban, hogy valóban ez a férfi szúrta combon a tűvel. A 4 gyerekes anyuka azt mondja, a poklok poklát élte át az elmúlt 3 hét. Amíg ki nem derült, a szúrással nem jutott veszélyes vírus a szervezetébe. A bizonytalanság a legrosszabb szerintem ebben az esetben. A legeslegrosszabb. Tehát, hogy az még rátesz arra, hogy mit él át az ember, mert hiszen ez egy nem mindennapi dolog, és ezt nem tudom, hogy lehet feldolgozni. Így már könnyebb. De hát az 3-4 hét, azt én senkinek nem kívánom. A Rostanitával történtek után szeptember közepén kameránkkal végigjártuk az egyes villamos vonalát. Akkora már véget ért a fokozott rendőri ellenőrzés. A stadionok megállónál 2 olyan férfiba is belefutottunk fél órán belül, akik valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt álltak. 3 hét telt el tehát azóta, hogy Anita történetét és ezeket a kockákat bemutattuk önöknek. Most újra felszállunk az egyes villamosra, és megnézzük, hogy mi a helyzet a villamoson, illetve a környéken. Az egyes villamoson ezúttal semmi rendkívülit nem tapasztaltunk, az utasok nyugalmát senki és semmi nem zavarta meg. A stadionok megállónál azonban furcsa jelenetre lettünk figyelmesek. A fiatal férfit láthatóan nem is zavarta, hogy egy forgalmas főút mellett szívja a tiltott cigarettát. Nem közvetlen emberről veszem, hanem nekem ez egy spanom hozza ki. Úgyhogy én csak úgy átveszem a spanomról, hogy ő intézek igazából, és ennyi. A metró megálló melletti sikátorban már egy keményebb szerhasználóra bukkantunk. Mennyi idő alatthat? A kábult férfihoz a beszélgetésünk közben egy társa is odasétált, hogy friss almát kapott menjenek enni, kódolt üzenetéből pedig még stábunk is értett. A környéken élők szerint a droghelyzet semmit nem változott az elmúlt hónapokban. Ott a házak előtt ott vergődnek. Nem lehet, hogy egy gyerekkel nem mer arra menni az ember. Ön találkozott velük az elmúlt időszakban? Hát, hogy is mondjam, igen. Még itt a villamos megállóban is. Úgyhogy jó lenne, ha több lenne a rendőr. A Rostanitát megszúró férfival kapcsolatban a rendőrség híradónkat úgy tájékoztatta. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, ám jelenleg szabadlábon védekezik.